Ez itt tulajdonképpen a Műegyetemi Természet és Sporttudományi Egyesületnek az oktató lőtere. Az általunk felvállalt feladat az nem kisebb és nem kevesebb, mint az, hogy a mai fiatalságnak és az érdeklődő idősebbeknek egy egyetemes fegyverkultúrát tudjunk biztosítani. Tekintettel arra, hogy a II. Világháború után volt egy olyan közel 40 éves időintervallum, amikor még az is gyanús volt, aki fegyverrel kapcsolatos könyvet olvasott. A mai fiatalok életéből kimaradt a légpuskás, illetve a Flaubert puskás korszak, ami ugye a háború előtt, két háború között általános volt. Ott a gyerekek már szinte az anyatejjel szívták magukba ezeket a dolgokat. Óriási hagyománya volt, és tulajdonképpen mondhatom nem kis dicsekvéssel, hogy Nyugat-Európa is tőlünk tanult. Na most ezt sajnos tűzzel-vassal kiirtották a mai generációból. Ezt próbálom valahogy egy kicsit visszacsempészni, és megpróbálom az emberek köztudatában a fegyvereket helyre tenni. Úgy rendeztem be a lőteret, hogy három lőállás található rajta ugyan, de a belső tér az alakítható, mert üres. Kialakítható rajta szituációs pálya. Na most, mint említettem, oktató lőtér vagyunk. Ez annyit jelent, hogy minden polgári célra engedélyezhető fegyverre megvan a hatósági engedélyünk, beleértve a fekete lőporos előtöltő fegyvereket is. Na most, mivel mindenféle fegyverünk van, mindenfélével lehet lőni is értelemszerűen. Na most hagyományőrzéssel is foglalkozunk, kutatómunkával is foglalkozunk, amellett ugye a fegyvereket ki is lehet próbálni, meg lehet nézni a hatásadatait, stb. Tehát ez egy elég komplex feladat ellátására alkalmassá teszi a lőteret. Ide a lőtérre nagyon sok fiatal jön be, főiskolákról, egyetemekről. Több tudományos diákköri dolgozat készült már itt a lőtér segítségével, tekintettel arra, hogy óriási oktató anyag áll rendelkezésre. Na most ezt kihasználva rendszeresen csinálom a hatósági fegyverismereti vizsgára való felkészítéseket. Meg kell, hogy mondjam, elég sikeres a vizsgaarány. Általában 80-85%-a sikeres vizsgáknak az aránya. Azon kívül, mivel sportvadász is vagyok, a hatóság, az állami vadászvizsgára is készítek fel embereket. Általában évente 15-20 hallgatón van, akik sikeres vizsgát is tesznek ebből a témakörből.